Holnap és jövő szombaton is nyitva lesznek az országban a közintézmények. A kormány szerint ugyanis a májusi másodikai és harmadikai szabadnapokat most és jövő héten, vagyis előre le kell dolgozniuk a közalkalmazottaknak. Ennek értelmében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szombaton rövidített programmal 8 és fél 2 között lesz nyitva. Mint már elmondtuk, múlt hónapban hivatalosan munkaszüneti nappá nyilvánította a kormány május 2-át és 3-át azért, hogy így a májusi minivakációt jobban ki lehessen használni. Az intézkedés azt jelenti, hogy a május 1-jét és a május 5-i és 6-i ortodox húsvétot összekötve egy hetes minivakációra mehet az ország.